magánosítják az állami tulajdonban lévő tájékoztatási eszközöket. A tolerancia táborban ma önkéntes munkát végeznek a fiatalok. Tartományi támogatásból buszmegállókat építenek Topolyán és Kishegyesen is. Nemzetközi tornát szerveznek Topolyán a fiatal labdarúgók számára. Marad a füllet, de változékony időjárás. Köszöntöm kedves nézőinket, július 30-ai híradónkat látják. Megszűnik a TV előfizetés Szerbiában, másfél évig ugyanis az állam pénzeli a köztársasági és a tartományi szintű közszolgálati médiumokat. Magánosítás vár a szerbiai tévékre, rádiókra és újságokra. A köztájékoztatásról, az elektronikus médiáról, valamint a közszolgálati médiumokról szóló törvényjavaslatokat vitatja ma meg a parlament sürgősségi eljárásban. Ma a szerbiai parlament elé került a három médiatörvényjavaslat. Az országban várhatóan minden állami tulajdonban lévő médiumot magánosítanak 2015. július 1-ig. Többek között ezt is magába foglalják a médiatörvény módosításai. A privatizáció során a megfelelő vevő hiányában a médiaházakat az alkalmazottaknak adják át térítésmentesen. Szigorú feltételeket fogalmaztak meg a lehetséges vevőkkel szemben. Nem privatizálják a szerbiai és a vajdasági rádió és televíziót, valamint a VMS képviselőinek közbenjárására a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai is megtarthatják alapítói és társalapítói jogukat, áll a törvényjavaslatban. Az MNT társalapítója, illetve alapítója a Pannon RTV-nek és a Mozaik TV-nek, valamint a Magyar Szónak és a Hétnapnak. A mai nap az önkéntesség jegyében telik a tolerancia táborban, amikor a fiatalok padokat festenek, valamint egy óriás vászonra üzeneteket hagynak. Ma este 20 óra 30 perctől az Inbox, az Urban Dance és az Iceburn együttesek lépnek közönség elé. Nagy eső esetén a koncerteket a moziteremben tartják. Tavaly a szerbiai utakon több mint 37 ezer közlekedési baleset történt, amelyben 643-an veszítették életüket. Gyakori áldozatok a motorosok és a kerékpárosok. Talán az elrettentő statisztikai adatok is hozzájárultak ahhoz, hogy a közlekedésbiztonsági célokra kiírt tartományi pályázatra jelentkező 25 önkormányzat közül a legtöbb a kerékpárutak építéséhez kért támogatást. Topolyára több településről autóbuszok szállítják az óvodásokat. Most a mintegy 3 millió dináros tartományi támogatásból egy új buszmegállót építenek. Kókai Mernyek Melinda polgármester elmondása szerint a helyi közösségek megjelölték a pontokat, ahol most megpróbálják biztonságosabbá tenni a problémás útszakaszokat. A tartományi kormány 40 millió dináros támogatást adott az önkormányzatoknak a közlekedés biztonság javítására. A Kishegyesi önkormányzat is sikeresen pályázott a tartományi gazdasági titkárságon a Topolyai úton levő buszmegálló kiépítésére. A pályázott összeg 1,9 millió dinár, amihez hozzájön a község 863 ezer dináros önrésze, így tud megépülni a buszmegálló és annak környéke. Márko Rovcsanin községi elnök július 29-én írta alá a pályázati szerződést. A jelentős mennyiségű csapadéknak köszönhetően jól fejlődtek a tavaszi kapás növények. Eső mindig volt akkor, amikor a haszonnövényeknek arra a legnagyobb szükségük volt, mondják a szakemberek. A vetések állapota ezért kitűnő. A kukorica, a napraforgó, a cukorrépa és a szója esetében is átlagon felüli terméshozamok ígérkeznek. Az időjárás kedvező hatása megmutatkozik abban is, hogy a kukorica alsó levelei még zöldek, holott más években ilyenkor már kezdtek elszáradni. A topolyai gazdakör tagjai már a 4. parasztolimpia szervezésével vannak elfoglalva. A játékos és szórakoztató jellegű vetélkedőknek már az első évben nagyon sok nézője volt. 17-én meg lesz tartva délelőtt a kenyér szentelő, délután meg lesz tartva ugye a parasztolimpia. Erre már az előkészületek megkezdődtek, hamarosan megjelennek majd a szórólapok és a plakátok is, és hát természetesen meg is lesz hirdetve, és hát erre nagyba készülünk. Ide lesz főzőverseny is, lesz egy nagyon kis kirakodó helyiség, vásár is, hogy úgy mondjuk, hát nem vásár, csak egy ilyen pár áru kínálat lesz, meg ilyen játszó ház a gyerekeknek, vagy valami, esetleg ha tudunk, beszerzünk pónilovat kisebb gyerekeknek, és hát meg természetesen zajlik majd a parasztolimpia, amit hát ugye most már negyedszer szervezünk meg.
A Bambi iskoláskor előtti intézményben is felújítási, illetve javítási munkálatok folynak. A Kolibri óvodában meszelnek és megkezdték a laminát lerakását mindkét csoportszobában. Javítják a tetőszerkezetet is. A jövő héten az Entai úti óvodában laminátoznak. A központi épületben is javítják a tetőszerkezetet és a bútorzatot, az M-Commerce védnökségével pedig a játék és főzősarok játék bútorait újítják fel. A munkálatokat a helyi közösség és az önkormányzat pénzeli. Augusztus 1-től ideiglenesen megszűnik a TV előfizetési díj, ha a parlament elfogadja a vonatkozó törvényt. 2016. január 1-től kell majd fizetni ismét havonta 500 dinárt. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz azokkal a tartozásokkal, amit a polgárok az elmúlt néhány évben halmoztak fel. Ezzel kapcsolatban ellentétes híreket közöl a mai sajtó. A szerbiai RTV eddig 8400 polgárt perelt be, de csak valamivel több mint 1000 esetben hozott döntést a bíróság. A belügyi titkárságtól kapott hivatalos értesítés szerint július 26-án 1 óra 30 perckor érkezett a bejelentés a belügyi titkárság szabadkai részlegéhez, mely szerint eltűnt az 1999-ben született Tijena Jurić. A bejelentést követően a rendőrség azonnal akcióba kezdett, hogy megtalálják az eltűnt kiskorú lányt, akit utoljára július 26-án 0 óra 25 perckor láttak Bajmokon a Ráta sportközpont közvetlen közelében. Ettől a helyszíntől nem messze egy földút mellett megtaláltak néhány tárgyat, amelyekről az eltűnt édesanyja megállapította, hogy a lányáé. Mivel kiskorú személy eltűnéséről van szó, melynek körülményeit azóta sem sikerült tisztázni, a keresésbe bekapcsolódtak a belügyi titkárság különleges egységei is. Az országhatár közelsége miatt kapcsolatba léptek a magyarországi illetékesekkel, valamint az Interpollal is. Kérik a polgárokat, hogy aki bármit tud, vagy bármilyen információval szolgálhat a kiskorú Tijena Jurić eltűnésével kapcsolatban, az jelentse személyesen a belügyi titkárságon, illetve a képernyőn látható telefonszámokon. Bácskosútfalván augusztus 1-én 17 órai kezdettel nyílik Novák Mihály festő retrospektív kiállítása a Művelődési Házban. A kiállítást Zsák István festőművész, a 9+1 művésztelep egyik alapító tagja nyitja meg. A tárlat szeptember 10-ig áll nyitva. Zentogonorason tartottak ma véradási akciót. A 38 jelentkező közül 30-an adhattak vért, közülük egy személy első alkalommal tette. Összesen 15 liter és 300 milliliter gyűlt össze. A következő akciót augusztus 7-én tartják Pacséron. A TRC fiatal labdarúgói is megkezdték az előkészületeket a bajnoki idényre. A 13 éves korosztály számára augusztus 4-én egy nemzetközi tornát szerveznek városunkban. A Partizán, az OFK Beograd, a Ferencváros és a TRC fiatal labdarúgói lépnek fel a 10 órakor kezdődő tornán. Holnap borongós, gomoly felhős idő várható, többfelé több alkalommal valószínű zápor, zivatar. Felhőszakadások is lesznek, a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul. Pénteken a napsütés továbbra is gyakran zavarják gomoly felhők, melyekből szórványosan fordul elő újabb csapadék. Szombaton csak néhol, vasárnap pedig ismét többfelé fordulhat elő zápor, zivatar. Melegszik a levegő, országos hőség jön. Nyár 2014 című műsorunkban, melyet 16 óra 30 perckor, valamint 19 óra 30 perckor sugárzunk, a Topolyai Petőfi Sándor cserkész csapat táboráról láthatnak összefoglalót. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!